Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főpíreink néhány mondatban. A stílus mindenkié, fogyatékkal élők számára szerveznek divatbemutatót Pécsen. Dönts velünk, érkeznek a lakossági javaslatok az ötletbörzére. Tourist Police, idén nyáron is nyitva tart a rendőrségi infopont a Széchenyi téren. A stílus mindenkié címmel tervez divatbemutatót egy pécsi stylist és több pécsi fogyatékos ügyi szervezet. Az esemény ősszel lesz, egyelőre még csak az előkészületek zajlanak. A szerdai megbeszélésen stábunk a kezdeményezésről érdeklődött az egyik ötletgazdától. Több pécsi civil szervezet is csatlakozott már ahhoz a kezdeményezéshez, melyet Nagy Izabella stylist és Szabó Klára szociális munkás közösen gondoltak ki. Mégpedig, hogy a fogyatékkal élőket, még ha csak rövid időre is, derivalda fénybe állítsák. A projekt már a megvalósítás fázisában tart, szerda délután egy megbeszélést is tartottak, hogy a stílus mindenkié nevet viselő divat bemutatót szeptemberben meg tudják valósítani. Jelenleg a támogatók megnyerése, a program összeállítása és a modellek válogatása zajlik. Én ma fogok találkozni személyesen a modelljeimnek a nagy részével, akiket idáig is ismerek, azokat már megpróbáltam egy kicsit stylistolni, és egyre több neves divattervező is mögénk áll. A divat bemutató célja, hogy megmutassa a fogyatékkal élőkben rejlő szépséget, és rámutasson arra is, hogy jó megjelenésű bizony bárki lehet. Hasonló kezdeményezésre már volt példa Pécset, 2013-ban a Fogyatékkal Élők Világnapján, a Kerekvilág Alapítvány és a Special Pécs közös szervezésében. A most készülő rendezvényhez a Kerekvilág Alapítvány mellett a People First Egyesület is csatlakozott. A program kitűzött időpontja szeptember 9-e délután 5 óra, melyre a szabad kikötőbe várják majd az érdeklődőket. Az elmúlt évekhez hasonlóan a pécsi önkormányzat idén is biztosítja a nyári szünidei étkeztetést az erre jogosultaknak. Mindez a hátrányos helyzetű, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára napi egyszeri melegétel elvitelére jogosít június 19-e és augusztus 16-a között. Dr. Osztásné dr. Varga Pál Viktóriától, az önkormányzat kulturális és népjóléti főosztályának vezetőjétől a program részleteiről érdeklődtünk. Az előzetes igényeket már május hónapban a területi szociális központban tudták leadni a jogosultak. Természetesen ez egy folyamatosan változó létszám, még mindig lehet jelentkezni, lemondani, ha esetleg táborba megy a gyerek. Ez előzetes létszám szerint kb. 132 fő iskolás és 4 fő bölcsődéskorú gyermek igényelte a déli melegételt. A három területi szociális központ ugye keleti városrészen a Dobó István utca 89, Kertvárosban a Sarolta utca 2, Uránvárosban pedig az Esztergálajos utca 19-ben található. Még mindig lehet menni, aki jogosult rá, hogy igényelje ezt az egyszeri déli melegételt. Elindult az új család- és gyermekjóléti szolgálat és központ épületének fejlesztése az Anikó utcában. A beruházás egy még 2018-ban benyújtott pályázat révén 425 millió forint visszanemtérítendő támogatásból valósul meg, uniós forrásból, illetve a hazai központi költségvetési előirányzatból. A projekt célja, hogy az ECGK számára egy olyan központi épületet biztosítson az önkormányzat, mely a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működését hosszú távon biztosítja. A központ jelenleg az Anikó utca 5-ös szám alatt működik, ám az ingatlan állapota jelentősen leromlott és szűkössé vált az ott dolgozó munkatársak számára. Ezért döntött úgy a város, hogy az intézményi egység a volt Anikó utcai iskola felújításra váró épületében működjön tovább. A munkák során többek között átépítik a bejáratot, az optimális működéshez szükséges irodákat, kliensfogadókat, tárgyalókat és vizes blokkokat alakítanak ki az épület első és második emeletén. Az intézmény részleges akadálymentesítése is megtörténik. A korszerűsítésnek köszönhetően többek között elkészül a tető vízszigetelése, fejlesztik az épület gépészeti berendezéseket, a hő- és füstelvezetési rendszert. A beruházás várhatóan idén november végére készül el.
Lassan két hete folyamatosan érkeznek a lakossági ötletek a Dönts velünk program felhívására. A civil közösségi költségvetés lényege, hogy a helyiek közvetlenül dönthetnek arról, milyen fejlesztések valósuljanak meg környezetükben. A célok megvalósítására városi szinten összesen 80 millió forint áll rendelkezésre. A javaslatokat még július végéig várják a döntsvelünkpécs.hu oldalon, ahol a hónapban megrendezendő ötletgeneráló szakmai műhelyek időpontjai és helyszínei is elérhetők. Salamon Pétertől, a projekt szakmai koordinátorától az iránt érdeklődtünk, hogy milyen jellegű terveket adtak be eddig a pécsiek. Hogy az emberek még azért fizikai megvalósításokban gondolkodnak, problémabejelentések, útfelújítások, de már vannak az ötletgeneráló műhelyeknek, remélem, hogy azoknak köszönhetően képzésekre, edukációra, tájékoztató jellegű rendezvények megszervezésére irányuló ötletek, javaslatok is, amik már beérkeztek szép számmal. De például, hogyha útfelújításra, közösségi közlekedésre, autókiváltás megoldásokra szóló javaslatok is már landoltak nálunk. A nyári hónapokban immár hagyománnyá vált, hogy a rendőrség egy információs és bűnmegelőzési pavilonnal van jelen a Széchenyi téren. A Turistpolis nevet viselő infopontot már a két héttel ezelőtti nyitás óta közel 140-en látogatták meg, és kértek útbaigazítást turisztikai vagy egyéb hatósági ügyekkel kapcsolatban. A Széchenyi tér nyáron a turisták egyik kedvelt helye Pécsett. Az ide látogatókat azonban szabadságuk alatt időnként érheti sajnos kellemetlenség is. Ennek gyors és hatékony kiküszöbölése érdekében települ ki a Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság a főtérre már évek óta a főszezonban, és nyújt azonnali tájékoztatást a bűncselekmények áldozatainak. A Turistpolishoz azonban nem csak rendőrségi ügyekkel, de turisztikai jellegű kérdésekkel is érkezhetnek az érdeklődők, melyekben a közösségi szolgálatot ellátó diákok tudnak útbaigazítást nyújtani. Idén már csak nem 140-en éltek is ezzel a lehetőséggel, köztük számos külföldi turista. Dr. Vitális Ágnes rendőr alezredes azt is elmondta, az említett szolgáltatások mellett az infopont idén több funkciót is ellát. Emellett toborzási tevékenység is folyik még a pavilonban, illetve bike safe regisztrációt is fel tudunk ajánlani, ami nálunk ingyenes. Az alezredes hozzátette, mivel a Turistpolis alapvetően egy bűnmegelőzési program, az idei nyáron szeretnének olyan témában is extra tájékoztatást adni, ami tapasztalatok szerint nagyon jellemző az utóbbi időszakra. Idén kiemelten felhívjuk a figyelmet az online elkövetett csalásokra, és azt a lehetőséget, hogy azt hogyan lehet ezeket megakadályozni, mert rengeteg van belőle jelenleg. Ezért aztán a pavilonban lehet ezzel kapcsolatos tájékoztatást kérni, és akár tesztlapot is kitölthet olyan, aki érdeklődik. Az áldozatok segítésére egyébként is kiemelten figyel a Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság, ezért szorosan együttműködnek a pécsi áldozatsegítő központtal is. Akár ilyen jellegű problémákkal is fordulhatnak a pavilon munkatársaihoz a lakosok, ami vasárnap kivételével minden nap nyitva tart, hétfő reggel 10 órától egészen délután 4 óráig, a többi napon pedig este 6 óráig. Immár harmadik alkalommal rendezik meg Pécsbányán a Rokonália nevű nyárfelező rendezvényt. A mindenki számára nyitott programmal a szervezők szeretnék megmutatni a városrész és az ott élők értékeit is. A félnapos program július 15-én szombaton lesz. A pécsbányai közösség összekovácsolása érdekében jött létre a Rokonália elnevezésű rendezvény, amelyet szombaton immár harmadik alkalommal tart meg a Pécsbányai Kulturális Egyesület a helyi közösségi házban. Az idei kínálatot a nyárnak megfelelően a gyerekekre fókuszálva állították össze a szervezők. A nyárköszöntőknek van múltja Pécsbányán, amióta az egyesület megalakult, a Pécsbányai Kulturális Egyesület, azóta van igény arra, főleg, hogy a környékbeli gyerekeket, családokat támogassa az egyesület egy ilyen igazi, örömteli, önfelett, és a nyárban mire koncentrálunk, kreativitásra és a mozgásra. Ami tehát e hét szombaton az ideérkezőket várja, az több kézműves asztal, légvár, koncertek, és természetesen a tánc sem maradhat el. Így szinte minden korosztály találhat magának tetsző elfoglaltságot és szórakozási lehetőséget. 2 órakor kapunyítás, és a Rokonália, mint kifejezés, tartalmazza azt, hogy várjuk nem csak az ittenieket, a pécsbányaiakat, hanem a rokonaikat, a távolabbi családtagokat, a barátaikat, és persze tágabb értelemben minden pécsit, sőt, környékbelit, baranyait.
Az idei rokonália újdonsága lesz, hogy az itt élő gyerekek rajzaiból egy Szép nap Pécsbányán címmel kiállítás is nyílik majd, és számos pécsi kultúraegyesület is bemutatkozik különféle produkciókkal. A részletes programról a Pécsbányai Közösségi Ház közösségi oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Pénteken napos időre számíthatunk, eső nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel holnap este ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Viszontlátásra!